Egy kék színű flitterekkel díszített tojást rak fel a Döbrökös főterén felállított tojásvára a település polgármestere. Azt mondja, azért bólintott rá Fekete Józsefné ötletére, mert idén a koronavírus járvány miatt ez az egyetlen mód arra, hogy ünnepi hangulatot csempészenek a falu és ezáltal a közösség életébe. Egy tojásfát állítottunk itt a falu főterén, amit szeretnénk, hogyha a gyerekek minél többen eljönnének, és ők is fölakasszák a saját otthon elkészített tojásaikat. Rendezvényt sajnos nem tudunk tartani, de ezzel is egy kicsit kedvet és inspirációt adni arra, hogy kicsit színesebbé tegyük a húsvétvárást, tavaszvárást. A tojásfán találni nemzeti lobogó színeivel ékesített tojást, ahogy a helyi tánccsoport népviseletét idéző mintázat is felfedezhető a díszeken. Fekete Józsefné 100 kisebb, 12 nagyobb tojást díszített fel. Ezen kívül 20 forró viasszal mintázott húsvéti hímes tojást is elhelyezett a fa aljába. Azt mondja, amióta az eszét tudja, kézi munkázik, var, örömet okoz, hagyományokat ápol. Teszi ezt saját belső indítatásból. Nagyon régen adtam az ötletet a polgármester asszonynak, hogy a mi falunkba is csináljunk tojásfát, mert már mindenhol láttam, meg olvastam róla, hogy állítanak. És én nagyon szeretek kézi munkázni, és én mondtam, hogy én vállalom a több munkát, csak csináljunk. A tojásfa a húsvéti ünnepek egyik fontos dekorációs eleme. Ennek hagyománya eredetileg Németországban és Ausztriában volt népszerű. Magyarországon is évről évre egyre több településen készülnek így a húsvétra. A leghíresebb fa hazánkban egy Somogy megyei faluban két helyen áll. Egyik évben körülbelül 8000 tojást díszítette a fát.